Böszörményi István támogatására szerveztek egy megmozdulást a civilek itt Pécset. Miért is van szükség erre? Azért, mert nemrég a McDonald's előtt, a Városháza előtt le lett rakva egy szobrot, ha így mondhatom, Vörös Sándor emlékére. Ez a szobor, ez egy nagyon rossz sikerült valami snasz, nem méltó a Vörös emlékére, és azért ez egy csapás mindenki arcába, aki ért és szereti a művészetet. És nem vagyunk egy Vörös Sándor szobor ellen, abszolút nem, mindenki örül neki, ha Pécsnek lenne egy ilyen, de egy méltó, szép, igazán átgondolt alkotásra lenne szükség, és az nem az. Ez a megmozdulás mennyire mutat túl ezen az esetén, mennyire mutat túl azon, hogy Böszörményi István leöntötte liszttel Vörös Sándor szobrát? Azt nem értem igazán a kérdés, hogy... Van-e valami újabb üzenet ennek a megmozdulásnak, vagy csak pusztán Böszörményi István mellett szól? Böszörményi mellett, a szobor ellen, meg a mutyi, ami a szobor mögött bujkál. Ez mind három nagyon fontos üzenet, amit akarjunk adni a jó gondolkodó embereknek. Mivel készültek a civilek? Mit fogunk látni most a tárgyalóteremben? Semmi. Ez egy... ilyen bürokratikus féle dolog, megnézzünk, mit történt, de teljesen nyugodtan, csöndesen látjunk a nyilvános tárgyalást. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani a bíró, és majd utána meg tudom mondani a bíró. Azért kérdezem csak, mert a hírek szerint lisztet gyűjtöttek erre az alkalomra. Igen, lisztet gyűjtöttünk itt az épület előtt, most éppen 5 perccel ezelőtt. Azt nem viszünk be a bíróságban, nem csinálunk semmilyen botrányt, itt egy nagyon nyugodt, csöndes protest akció van. Csak a liszt, amit összeszedtem, ebből pont egy hét múlva itt a Jókai tér és Széchenyi tér között lesz egy rászorulóknak egy étkezési akció, és ebből fogom holland mini palacsintát sütni a rászorulóknak. Motorra jöttem, megálltam a kis gondolat, nem kivoltam a lisztet, és eljöttem a délidőpontra, nem teljesen nyilvánosan meghirdetett a mivel szoboravatás, de információ igaznak bizonyos, tehát fél akkor elkezdődött a szoboravatásnak, és jól emlékszem 12:30-kor, akkor hát ott Pécsi művészek összeverődtünk, hozott, aki szintén hozott táblát, föltartottuk, és ezt a szoborra ünnepséget én a saját bekívásaimmal próbáltam megzavarni. A bekívások szakaszosak voltak, tehát amikor valami ötletem volt, akkor azt mondtam. Ott a köztövetfelügyelők fölfigyeltek rám, ezért én a megjavallásokat igyekeztem mérsékelni, mert le kell, hogy olyan nagyon, a nagyon jó ötletem volt, és mondtam, közben a maradék időben kérdésekre válaszoltam, újságíró kérdéseire, illetve az említett felügyelőkkel folytattam párbeszédet. Nem nagyon akartam őket fölidegesíteni, mert én készültem a cselekményem, ami a ő fogásnak szálltam, úgyhogy amikor megtörtént a leleplezés, hát kérték ugye a plékány számot, azt mondja, hogy egy ilyen megkérválás emlékszem, hogy megkérték a művész urat, hogy röviden mondjon pár szót, és én ezt kérváltam be, nem ezzel a hangerővel, hogy röviden, és amikor odaért a mikrofonhoz, azt kiálltam be, még mielőtt megszólalt, hogy köszönjük. Tehát megkérték a szomorogatás, és elérkezett az a pillanat, amit nem is vártam, hogy a szobortól elmentek a ünneplők, polgármester úr is elment a szobortól távolabb, és a Lipur, a művész úr is, és akkor én lépésbe oda mentem a szoborhoz, fogtam a lisztemet, kibontottam, és a szoborra ötöttem, és a megkérdezés közben kiabáltam a Lipurnak személy szerint a következőket, hogy igaz, hogy a felesége államtitkár,
és így szerzi a megrendeléseket. Igazából tagja a NKA bizottságának, az NKA lebolyan az a Nemzeti Kulturális Alapprogramnak, tehát ez egy döntéshozó testület, egy szorító, igazából tagja ellenek, és akkor elvezettek és állítottak. Úgyhogy onnantól kezdve már a hatóság közé között volt, hogy nem Böszörményi István lavinát indított el a Vörös Sándor szobor liszttel történő leöntésével. Számított erre? Milyen indítékok, milyen okok vezették? Nem számítottam arra, hogy akkora érdeklődést fog generálni az egy hónapja elkövetett cselekményen, mint ami történt. Én máshoz voltam hozzászokva. Én ahhoz voltam hozzászokva, hogy a szavaimmal a pusztába kiáltok, és lehalkulnak, elcsengenek. Tudnék példákat mondani, tehát a baranyai alkotótelepek bezárása ellen 2 éven át folyamatosan a lehető legcivilizáltabb formában tiltakoztam. Ezen azt kell érteni, hogy minden egyes alkalommal egy-egy a Villányi művésztelepen készült szobrommal, megjegyzem, van bőven, annak a fényképével tiltakoztam, annak a telepnek a bezárása ellen. Ez több mint száz munkát érint. Végigcsináltam ezt a tiltakozó akciót több mint 2 éven át, semmi nem történt. Amint ez befejeződött, ugye indult a német megszállás emlékműnek a cirkusza, első perctől kezdve nyakig bennem voltam a tiltakozó akciókban, szintén a civilizált formájában, szintén az írásbeli formájában, ugye Pécsről más nem lehetett csinálni. Ismerjük az eredményét, a német megszállás emlékművé ma ott csúfítja Budapestet. Tehát nem számítottam arra, hogy lavinát indít el a cselekedetem, máshoz vagyok hozzászokva. Természetesen örülök annak, hogy egy országos érdeklődési hullám merült föl. Engem is meglepetésként ért ennek a pillanata, amikor ez megtörtént. Nagyon szeretném, hogyha ez az ügy valóban túllépne az én személyes szerepemen, és elindulna egy olyan megtisztító folyamat felé, amit arra nálam jobban hozzáértők végig tudnak csinálni. Tehát ez az önökön múlik, az önök szakmáján múlik. Sok sikert kívánok hozzá. Előtte vagy utána kapott-e valamilyen lelki, akármilyen támogatást barátaitól, ismerőseitől? Hát előtte az néhány óra, tehát én azt hiszem 8-10 órával az esemény előtt tudtam meg, hogy mi fog történni, vagy legfeljebb egy fél nappal előtte, hogy szobrot fognak avatni. Azt természetesen tudtam, hogy mi ez a szobor, azt is tudtam, hogy milyen problémák vannak vele, sőt, még láttam is a fényképét. Előtte nem volt semmiféle bátorítás. Utána természetesen kaptam reakciókat, tehát ismeretlenek pacsisztak velem az utcán, a mai napig ez megtörténik. Tehát a vártnál sokkal több bátorítást kaptam, de hát ez mind a személyes száll a dolognak. Hát mindenkinek köszönöm szépen, aki ezt tette velem. Tehát, ez akkor azt jelenti, hogy ítélettől függetlenül elégedett azzal, amit tett? Hát a cselekedetem az egy kényszer váltotta ki. Azzal kapcsolatos elégedetlenség vagy elégedettségről kár beszélni. A hatásával, hát boldog vagyok a hatásától. Ezért a bíróság az eljárás alá vont személlyel szemben intézkedést alkalmaz, őt figyelmeztetésben részesíti. A végzés ellen az eljárás alá vont személy és képviselője, valamint az előkészítő eljárás lefolytató szerv a végzés közléséből számított 8 napon belül halasztó határi fellebbezéssel élhet.